Bár ugye a múltkori országút is videóban azt mondtam, hogy életveszély a Zemplénbe jönni, két napos zivatar után. Ne higgyetek nekem, mert itt vagyok. Fari, hogy érzed magad? Nagyon jó a túra, 10 km, 400 szint kell, még ennél több nem. Köszi, cső. We'll be right back.
Most megkérdezzük a mestert, hogy ízlik neki a sáros terep. A terepben nincsen problémám. Mentálisan vágod a jó kis sár, úgyhogy állóképességem az tökéletes. Csak ez a sáros aszfalt, meg hát ugyebár, aki országúti bringázáshoz szokott, ne lepődjön meg, ha terepre megy, és meglepedések érik. De fasz a minden! Hangulatos ez a kis híd, bár baromira csúszik. Parikám, jól sikerül a felvétel? Majd kiderül, és az is, hogy túléli a kamera. Egy jó felvételért minden. Mindent. Nagyon szép a zemplén. Igaz, hogy tiszta sarak vagyunk Farival együtt, de úgy gondolom mindenképpen megérte ez a bringázás. Az út Csaba borsát nem tudom felvenni, nem tudom egy kézzel kormányozni a bringát, de higgyétek el, hogy hihetetlen helyeken megyünk Farival. Az a szerencsém egyébként, hogy a pocsoly elkalja kő, így nem süllyed el, bár az előbb már tengelyig merültem. Ebben a videóban is elmondom a védjegyem. Kihívást kerestem, megtaláltam. A természet, az erdei utak mindig gondoskodnak arról, hogy aki ide betér, az ne unatkozzon. Erre már egészen jó az út, nyoma sincs az esőnek. Itt-ott egy-két tócsa még áll, de egyébként abszolút járható az út. Országútról ezt a látványt soha nem látjuk, soha nem tárul elénk. Nagyon-nagyon-nagyon szép. Ez annyira nem köves, ott valószínűleg lesz egy kis dagonya, de itt rögtön már majdnem erdőbényére fogunk kijutni. Imáron újra aszfalton. Én már útban vagyok az autómosóhoz. Két nappal ezelőtt zápores és zivatar volt az Zemplénben. Itt-ott megállt a tócsákban a víz. Kalandos volt.
átmenni rajta, hát bizony egy-két helyen majdnem bele is estem a vízbe. Köszönöm, hogy velem voltál a mai videómban is. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni, további kerékpáros tartalmakért pedig kövesd a csatornámat. Ciao!